Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön egy videó a scorestreakek könnyed eléréséről Dominationben, Call of Duty Advanced Warfare keretein belül, bár aki még mindig Black Ops 2-zik, egy hasonlatos módszerrel oldhatja meg ezt a bizonyos dolgot. Ajánlom, hogy figyeljétek a videót, mert híven tükrözi azt, amiről beszélni fogok, és amit látni fogjátok, gyakorlatilag egy perc után valamivel el fogom érni ezt a bizonyos utolsó scorestreaket, a paladint név szerint, és arról fogok beszélni, hogyan lehet ezt megközelíteni, anélkül, hogy próstatod legyen, anélkül, hogy te légy az első pályán, de mégis elérd azt a bizonyos legmagasabb scorestreaket, hogy kiélvezd gyakorlatilag a játékot. Számomra a scorestreakek, killstreakek, akármelyik kódban, számomra az a móka, egy jutalomforrás, és nagyon örülök neki, hogyha elérem őket. És miért pont miért nem TDM-ről vagy a többi játékmódról beszélek, hanem Dominationről? Az azért van, hogy ha bár nagy kár, mert a Call of Duty Warfare-ben is, mint másik kódban is vannak nagyon jó játékok, mint például az Uplink, ami nagyon jó móka, főleg hogyha van egy baráti társaság, akivel játszol, és ott a Momentum, ami a régi Code 5-nek, a World at War-nak az egyik játékmódja így felújítva, az is jó móka tud lenni. De amikor ugye megjelenik egy kód, gyakorlatilag szinte végig a TDM és a Domination a legnépszerűbb játékok, úgyhogy most jönnek Domination tippek. TDM-mel annyi van, tehát ott, ha le akarod hozni a legmagasabb scorestreaket, ott úgy kell összeállítsd a scorestreakeket, hogy egymás jól boostolják, és ha tetszik, ha nem, de az elsőnek kell legyél. Az, hogy a bizonyos játékon, az a bizonyos pályán nagyon résen kell lenni. Ezzel ellentétben a Dominationben úgy gondolom, hogy ezt könnyebb elérni, és persze egy kicsit gondolkodni kell. Tudom, nehéz, hát nehogy már, még hogy gondolkodni kell, ilyen kódba viccelni, hát nem. Igen, lehet a kódot ész nélkül is játszani, de hogyha egy kicsit odafigyelsz, egy kicsit résen vagy, már is rájössz a trükkére a dolgoknak. Nos, akkor is térjünk rá tulajdonképpen a lényegre. Ugye ahhoz, hogy hát az ember egy kicsit megszokja magát a Dominationt, hát el kell menni játszani, de hogyha már jó ideje kodozol, és ugye, hogyha követted a kis nagyszámok törvényes sorozatocskát, és ahhoz, hogy jól kodoz, jobban kodoz, játszanod kell, mert akkor gyakorolni fogsz, és akkor jobb leszel, és egyre jobban megszokod a pályát, és a Dominationnek azért vannak jellegzetességei, és az egyik legnagyobb jellegzetessége az idő. Tehát úgy gondolom, tehát a Domination az egy időjátéka, hogy mennyire tudsz jól bánni az idővel. Mégpedig ugye a zászlókról beszélek, hogy egy bizonyos idő áll rendelkezésedre, hogy elfoglalt a zászlókat, és egy bizonyos idő áll rendelkezésére az ellenfélnek, hogy elfoglalja a zászlókat. És amit meg kell figyelni a Dominationben ahhoz, hogy effektíven játszál, hogy mi az az idő, amíg nem konkrétan a pontos másodpercről beszélek, egy ilyen ráérzés arra, hogyan játszhatsz effektíven. Tehát egy nagyjáboli viszonyítás, hogy aha, két embernek ennyi kell, hogy elfoglalja a pontot, egy embernek nagyjából ennyi kell, hogy elfoglalja a pontot, és akkor akcióba tudsz lépni. Na most sokan úgy érnek el killstreakeket, viszont úgy gondolom, hogy nem a legeffektívebb módszer, hogy gyakorlatilag amióta Black Ops 2 kint van, azóta azt csinálják, hogy behúzódnak egy pont köré, tehát történetesen védenek egy A-t, egy C-t vagy egy B-t, és annak a pontnak a védelmére helyezik a hangsúlyt, és ugye, hogyha védesz egy pontot, foglalsz egy pontot, több pontot kapsz, hogyha ölsz, miközben foglalsz, ha megvéded azt a foglalsz, és így próbálják elérni azt a bizonyos magasabb scorestreaket, és úgy gondolom, főleg az Advanced Warfare esetében, hogy ez nem egy kifizetődő taktika, mert előbb-utóbb az egy aféle campnek fog számítani, ugye az a területvédés, és megjegyzik az ellenfelek, és többen fognak egyszerre, többen jönnek majd rá. Tehát három emberrel már nehezen fogsz tudni elbánni egy pont körül, főleg mert abból mondjuk egy fogla, kettő rád vadászik. Szóval nem biztos az a kifizetődő technika, hogyha egy pont védelmére rendelked, egy pont védelme körül fogod és rendezed be magad. Ezáltal azt javaslom, hogy vedd föl azt a bizonyos játéktempót, és kövesd a pontokat. Szóval, mire akarok itt gondolni? Tehát
befoglaltátok az alt, az ellenféllel, és elkezdesz mozogni B vagy C felé. Én történetesen, hogyha az ellenfél elfoglalta a B, tehát jobban résen volt, mint az én csapatom, én helyből C felé szoktam menni. Na most azt tudom, hogyha odaérek C-hez, mit tudom én, nagyjából 5 másodperc kell ahhoz, hogy egyedül befoglaljam a C-t. Nagyjából annyi kell az ellenfélnek is, hogy odaérjen. Tehát az az a pillanat, amikor résen kell lenni, figyelni a radar. Tudod, hogy 5 másodperced van, tudod, hogy a kód az egy másodperces játék, tehát nagyjából minden harmadik másodpercben jönni fog egy ellenfél. Ezért kell résen lenni, és olyankor figyelni a radart. Ugye, ha befoglalod azt a bizonyos pontot, akkor sok pontot kapsz, ha netán meg is ölsz valakit a pontfoglalás közben, még több pontot kapsz. Tehát annyit összeszedsz, hogy egy pontfoglalás, egy kill gyakorlatilag már egy UAV. Behívod az UAV-ot, ugye, az hozza neked a pointstreakeket, és közben már is elindulsz a következő pont felé, ami a tiétek. Tehát nem a következő piros pont felé indulsz el, hanem a következő kék felé Advanced Warfare esetében. Szóval például jelen esetben itt A és C a miénk, mi történik, ha látjátok, C-t próbálja foglalni az ellenfél. Na most, hogyan szerezhetsz sok pontot? Elmész, megvéded a C-t, egy kill 125 pont, sőt, tovább fokozod, hagyod, hogy foglalja a C-t, odamész, lelövöd, visszafoglalod a C-t, és már is gyakorlatilag a radar és mondjuk a system hack együttese és a pontfoglalás együttese már is meghozzák neked a legmagasabb score streaket. Mivel, hogy miről is beszéltünk, itt elfoglaltuk az A-t, megvédtük a C-t, befoglaltuk a C-t, az UAV és a system hack pont, a score streakjei csak hozzák neked a pontokat, és amire észbe kapsz, gyakorlatilag még egy kill, észbe vagy kikempeled azt az egy killt, elbújsz, kivárod, hogy közelbe jön az ellenfél, csinálsz, amit szeretnél, és már is meg lesz a paladin. Úgyhogy ennyi. Tehát nem nagy, nagyon nehéz dolog elérni, csak amint mondtam, bizonyos ponton résen kell lenni, mint például tudnod kell, hogy mi az az idő, amennyi idő alatt te elfoglalod azt a bizonyos pontot, mi az az idő, nem kell másodperce pontosan, csak érezned azt az időt, ami az idő, amíg az ellenfél elfoglalja ugye a ti pontotokat, és most arról beszélek, hogy ne foglalja el teljesen, hanem csak ugye félig foglalja el. Szóval arról a foglalásról beszélek. Szóval, hogyha elfoglalja teljesen, neked is hosszabb idő lesz elfoglalni. Szóval adsz neki mondjuk egy 2-3 másodpercet, hogy foglaljon, lelövöd, bemész, visszafoglalod azt az adott pontot, és dupla pontokat szereztél. És ez az egyik jó praktikum a score streakek elérésének. És ez a két játék úgy gondolom, hogy teljes mértékben híven tükrözte azt, amiről beszéltem. Én így szoktam elérni ezeket a dolgokat. Részben azért is, mert már lusta vagyok, már nem vagyok annyira, már nem érzem kódnak annyira kihívást a kódnak, így aztán vannak ezek a bizonyos apró trükkök, ezek a bizonyos apró dolgok, amiket így oldok meg, hogy elérjem azt a bizonyos magasabb készrikelt, hogy élvezzem a játékot, mert nekem ez a kódban ez az egyik maximális élvezet, hogy behívja a killstreaket, és akkor owned bitch, és ez lesz a vége, és hogyha ráadásul még időben, tehát nem hívjátok be a paladint elsőre, és amint megnézitek most nekem a scorestreakeket ott oldalt, hamarosan lesz egy UAV is, sajnos le fognak lőni, és hogy mire gondolok itt, megvan az a bizonyos UAV, behívjátok az UAV-ot, hagyjátok, hogy fusson, hogy gyűjtse a következő korszrike, amennyit tud, behívjátok a paladint, azzal összeszeditek azt, amit tudtok, természetesen jól elbújtok, szóval ezt ne kell is ötelni, összeszeditek, amit tudtok, addigra már meg lesz a system hack. System hack pedig újabb pontokat fog hozni majd, ami esetleg hozzásegíthet a következő paladinhoz, szóval gyakorlatilag paladinra lehet haladni, hogyha ez lenne a célotok, anélkül, hogy akár egy magas statot hoznál, vagy pro statot hoznál, de mégis ott tudsz lenni az elsők között ezzel a kis apró technikával. Köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!